Tisztelettel köszöntök mindenkit a szalagkötés utolsó alkalmán, ahol a maradék szalagokat fogjuk elhelyezni. Tisztelettel köszöntöm Herceg Zsolt polgármester urat, aki ebben a műveletben nekünk segítségünkre lesz. Ő rá hárul most ez a tiszteletteljes feladat, hogy a szalagokat elhelyezze. Reméljük, hogy ezek a szalagok kifejezik mindazt, amiért mi ide álltunk, amiért mi dolgoztunk több héten keresztül. Együtt vagyunk, egy nemzet vagyunk. Ez mindenkinek úgy gondolom közös ünnepe, megemlékezése ez az alkalom. Most felkérem Herceg Zsolt polgármester urat, hogy helyezze el a szalagokat. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Elsőként a Túri Olvasókör Egyesület szalagját helyezem el. Másodikként Kalockai Sándor és felesége Magdika szalagját helyezem el. A következő szalag Patkós Éva képviselőasszonyé, és itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy a Túri Olvasókör Egyesület részére önkormányzatunk nevében hálás köszönetet mondjak a megemlékezés előkészítéséért és az aktív részvételért. Az utolsó szalagon ez áll nemzetünkért, Trianon 100 éve. Ez a szalag mindazoké, mindazok nevében kerül elhelyezésre, akik itt név szerint nem jelennek meg az emlékműnél. Piros, fehér, zöld. Halló, magyar, Kárpát felej. Halló, magyar, Erdély felej. Az ősi föld szívedben megmaradt, piros, fehér, zöld, de messze van Amerika, szegény ősi föld, véredben megmaradt, piros, fehér, zöld. Bár
föld, sírodig megmaradsz, piros, fehér, zöld.